Óriási lyukak ezeken a dohányleveleken, még tavaly június végén okozta ezeket a jég. A hasonlóan pusztító viharok már minden nyáron belejárulja az időjárásnak, évről évre hatalmas károkat okozva a mezőgazdaságban. Negyedik éve működik hazánkban jégkármérséklő rendszer, mely jelentősen több milliárd forinttal is képes enyhíteni a károk mértékét. 2017 volt az az utolsó év, időszak, amikor még nem védekeztünk, akkor 72 ezer hektára jelentettek be viharkát, és ennek 84%-a volt jég. 2018 és 20 között ez az arány 32 hektára csökkent le, és azon belül már a régkár aránya 43 százalék volt. Európában egyedülálló, hogy az ország egész területét lefedi a rendszer. Megyinkben Balkányból a régió 275 generátorát üzemeltetik. Minden évben április 15-től szeptember 30 ig tart a jégkár elhárítás szezonja, így az idei el is indult a napokban. Hazánk 986 pontján van lehetőség arra, hogy amikor a meteorológiai előrejelzések jégeső érkezését mutatják, ezüst jodit tartalmú hatóanyagot égetnek el, majd juttatnak fel pároloktatással a felhőkbe. Ez minél több jégszentsét próbál megködni és mivel minél több jégszemcsét próbálunk formálni, annál kisebb az esélye annak, hogy nagy jég képződik, és amikor ennek a jégksemcsénynek a nagysága súlya eléri azt, hogy már a levegő nem tudja megtartani, ez elindul a föld irányába, és minél több időt tölt el abban a zónában, ahol esély van arra, hogy ez el fog olvadni, annál kevesebb jég érkezik a talajra, és akkor már vagy mint esői formájában ér le a földre, vagy pedig egy olyan hókásás állapotban, ami már nem okoz károkat se a növényekben, se az épületekben. A manuális talajgenerátorok 10x10 kilométeres négyzetekben vannak elhelyezve, a nehezen megközelíthető helyekre pedig automata generátorokat telepítenek. Szó van róla, hogy Ukrajnában és Romániában is kiépítik a rendszert, ami a határmenti településeken biztosíthatna még nagyobb védelmet.